Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel régi jó barátomat, Détári Dömét, Détári Lajost. Jó hát, estét kívánok, szervusz, üdvözlöm a nézőket. Hát, beszéljünk arról, hogy volt-e szerinted, de nem, hogy szerinted. Szerintem nem volt olyan magyar futballista, aki annyiszor játszott volna a világválogatottban, mint te. Hát talán összesen a többiek annyit játszottak, mint én, de nem, hát viccet véletéve. Egy az, hogy óriási dolog, hogyha az ember játszik a világválogatottba, a másik meg az, ha megnézem az elődöket, Albert Floriántól kezdve, Novák Dezső, akkor Farkas, Szűcs Lajos, tehát olyan játékosok voltak előttem, akik tényleg Mésző Kálmán, méltán viselhették a világválogatott mezét, és hát Puskás Ferencet ne arra úgy ne hagyjuk ki azért, mert hát, azért Öcsi bácsi is játszott. 63-ban. És igen. Tényleg olyan nagy elődök voltak, hogy... Hát, sőt, Kubala is játszott. Igen, de hát... Hát az sem egy rossz szereposztás. Na persze, nagyszerű, hiszen aki járt Barcelonába is, ott volt esetleg a múzeumban, hogy beszélt emberekkel, az érzékelte, hogy mit jelent a Barcelona szurkolóinak Kubala. Mit jelentett mondjuk Détári Lajosnak Pelé? Hát gála játék. Ez is egy óriási lehetőség volt, hogy ezen a mérkőzésen pályára léphettem. Ez 1990-ben volt, Pelének az 50. születésnapjára szerveztek egy Brazília világválogatott mérkőzést, és ezen a mérkőzésen Milánóba, igen, a San Siroba, most már Meazza stadion, és ezen a mérkőzésen a másik fél időben pályára léphettem. És ha azt nézzük, hogy Pelé 50 éves volt, akkor mi aktív futballisták voltunk, én voltam 27 éves, a többiek is körülbelül ilyen korban voltak, és egy fél időt játszott ellenünk, és azt mondom, hogy nagyon-nagyon jól. És kik voltak a többiek? Mondjál néhányat. Mi csapatunkban? Hát, néhány ismeretlen nevet. Szerencsés helyzetben voltam, hiszen ebben az időkben minden számot tevő játékossal játszottam, tehát Maradonától kezdve Van Basten, Kareka, Rijkaard, Platini. Tehát a régi 82-es olasz válogatott ellen is játszhattam, akkor Antonio Cabrini-nak a búcsú mérkőzésen, tehát Tardelli, Zoff. Majdnem Juventus játékos lettél. Hát igen. Volt hát majdnem ezek a játékosok is majdnem mind ott játszottak. Hát azért jutott eszembe, hogy sőt voltál Juve-val Amerikában. Igen, voltam Amerikában. Tehát tudni kell, hogy mikor kikerültem Frankfurtba, utána 88 áprilisában az Eintracht Frankfurt előszerződést kötött a Juventusszal, hogy én a Juventus játékosa leszek. Ezt nem nagyon bántad. Hát én nagyon örültem neki, természetesen, amikor megtudtam, nekem minden vágyam az volt, hogy Juventus játékos legyek, hiszen Platini volt a kedvenc játékosom, ugyanabban a pozícióban játszott, ahol én, tehát példaképpen volt, nagyon sok mérkőzését láttam, és néztem, hogy játszik, és nagyon tetszett a játéka. Juventusban 10-es számmal gólkirály, gólokat lőtt, szabaddugásokat, szögleteket, tehát... És tudod, mi tetszett nekem a legjobban? Nem az a legfontosabb, persze, hogy nekem. Hogy az az ember az úgy játszotta a futballt, hogy fentről könnyebb tudod, mint bent. Igen. Hát nézni, elgondolni könnyebb. Igaz? Tehát ülsz a lelátod, és mi a következő? Igen. És ő nem biztos, hogy ugyanazt húzta, amit fentről gondolt az ember. Meg véleményem szerint azért volt zseniális, mert hát olyan dolgokat csinált, amit lehet, hogy te elképzelted föntről, hogy hoppa, én ezt csinálnám, ő megcsinált egy másikat, egészen. De volt neki esetleg egy harmadik. És az volt a jó. Hát persze. Hát igen. Szóval nem volt rossz választás. Na, szóval mesélj, mert ezt nem nagyon ismerik. Igen, itt, tehát akkor 88, aztán utána másképp alakult a pályafutásom, hiszen a magyar vezetőség úgy döntött, hogy a pénzt választja, nem az, hogy én egy jó csapatba kevesebb pénzre menjek, hanem inkább az Olympiakosznak adott el nagyon eddig nagy hát pénzét. Az Egyesült Államokban elég jól játszottál, nem a Juve-ba. De ez még előtte van, most 88-ban vagyunk, én utána 91-ben voltam a Juventusszal ezen a tornán, ahol három mérkőzést játszottam, ott kétszer megválasztottak a mérkőzés legjobbjának, tehát minden esély meg volt arra, hogy Juventus játékos legyek, de aztán akkor Cucurella volt a megbízott edzőnk, ő mondta, hogy ha ő marad, akkor biztos, hogy számít rám, de aztán kinevezték Trapattonit edzőnek, és a Trapattoni hozta az ő játékosait, a németeket. De hát azt hiszem, hogy jó választás volt, hiszen Kohler, Reuter, Müller volt az a három német játékos, aki utána Juventusba játszott. Mert akkoriban még csak három külföldi játszott a Szériában.
De hát mondjuk te játszottál azért a szériában elég sokat, ettől függetlenül. Igen, tehát azért, ha megnézzük abban az időben, azért a csapatok próbáltak úgy választani, hogy, hogy mindenhol klasszis játékos legyen. Azok a csapatok, gondolok itt a Milánra, Interre, Juventusra, Nápolyra, ahol sok pénz volt, ők megtették, hogy nagyon jó külföldieket igazoltak, de a kisebb csapatok is próbáltak azért szétnézni a világba, és brazil játékosokat, németeket, franciákat, hollandokat igazoltak, és mellette volt egy magyar is én. Hát mert a Borogna mondjuk leigazolt a Détát, rendben van, csak mondom, az Udinézében játszott az Zico. Azért az nem, nem akármilyen, azért nem volt olyan nagyon rossz választás. Nem akartam magam fényezni, de akkor minden csapatban majdnem világsztárok játszottak. Hát erről beszéltem. Igen. Hát akkor a Serie A volt a világ legerősebb bajnoksága, a kimagaslóan. Így van. És a, hát igen, ott a Juventus, Milan, Inter, na de maradjunk a Eintrachtnál például, bár kezdhetném a Honvédnál ugye eredetileg, sőt, talán ott kellett volna kezdeni, csak arra szóba hoztad, hogy Frankfurt, ugye, és hát számomra soha nem felejthető közös történetünk, hogy amikor a Frankfurtban a kupa, illetve hát Berlinben a döntőn lőtted a gólt, ez egyetlen gólt, a győztes gólt, amivel a Frankfurt legyőzte a Bochumot, akkor volt egy tippverseny a újságírók között, egy sportcég rendezte, és egy sportszegyártó cég, és hát mit írta volna rá? 1-0 Détári, hát talán egyedül voltam magyar, vagy nem tudom, elátom. De még az Andrea felesége. Hát akkor úgy, de igen, akkor ketten voltunk, igen. Na és a lényeg az, hogy fölírtam 1-0 Détári, és 3 díj volt, 4-en találtuk el, és kisorsolták, én második díjas voltam, és a 400 márkát, akkor még már nem volt euró, ugye, márkát nyertem, és akkor én mentem le hozzád az öltözőbe, és hát olvastam a, nem tudom már, Berliner Zeitungban, hogy 16 ezer márka jutalom a győzelemért a Frankfurtnak, és akkor lementem, és mondtam, hogy ketten együtt nyertünk ma 16.400-at. Én nem tudtam, hogy mennyi a prémium, hogy mennyiért játszunk, de hát most, hogy így mondtad ezt a 400 nem márkát, tudtad. Nem, de ezt a 400 márkát, hogy mondta, akkor nem 200, az engem illetve. Igen, de jó, szóval a lényeg az, hogy néztél, hogy igen. Ez egyébként egy... Gondolom, hogy egy egészen különleges pillanata volt a pályafutásodnak. Mert azért német kupa döntőt megnyerni, nyugat-német, akkor még ugye nyugat-német kupa döntőt megnyerni, azzal a góllal, amelyet te rúgtál, az nem olyan rossz pillanat. Hát igen, ha mérkőzés előtt, ha álmodtam volna, akkor gondolom, hogy ezt volna, hogy 1-0-ra nyerünk, és elrúgom a gólt. De nem voltál ilyen romantikus. Ja nem, hát persze azért az ember átgondolja a mérkőzéseket, de hát a legjobban alakult, tehát ez volt a legjobb forgatókönyv. Igen. Ha van néhány emblematikus gólod egyébként, mondjuk most magyar vonatkozású, mondjuk talán a leg... Körülök viszont. Azt hiszem, hogy a legemblematikusabb a Hanapi stadion. Pedig ott már, amikor lőtted, akkor már a Kiprich 2-t rugott. Tehát mondjuk a pecsétet... Ilyen szép volt. Igen, főleg az első volt, amikor igen, fektette. Igen. Szóval, hogy a harmadik, hát számított, mert a pecsétet ráütötte, de nem volt akkora jelentősége, mint a Kiprich első góljának szerintem, mert az vitte be a halálos ütést. Igen. Ugye? Az osztály, tehát a mexikói kijutásra. De mégis emblematikus gól maradt az a lövőcsel, és utána elemi erővel rúgtad be is emelhetted volna. Az előbb említettem, hogy ennek örülök, hogy tényleg vannak gólok, amik az emberekben megmaradt. Tehát találkozok valakivel, de jó, hogy találkoztunk, én ott voltam, amikor én a stadionban láttam a lengyelek elleni gólt, láttam a brazilok elleni gólt, vagy esetleg itt a Hanapiba kim voltam, és micsoda nagy hangulat volt, 15 ezer magyar ember, és én is ott szurkoltam, és milyen szép volt az a gól. Tehát úgy gondolom, hogy egy játékos, aki befejezi a pályafutását, akkor a szurkolónak kell, hogy valami fennmaradjon. Tehát ha most azt mondjuk, hogy tudom, milyen beállítottságú, milyen szurkoló vagy, ha azt mondjuk 66, egyből azt mondod, farkas gólja. Tehát ez egy olyan dolog, hogy az mindig fönn fog maradni, vagy Puskásnak visszahúzós gólja a 6-3-as mérkőzésen. Tehát ezek olyan gólok voltak, hogy a szurkolók emlékében megmarad, és ezt nagyon nagy szeretettel idézik föl. De van egy édes keserű, vagy keserédes gólod. Legalábbis én azt mondom, hogy keserédes.
Ugye az a gól, amely mindmáig az utolsó. 86-os, igen. Hát nem mondtam, és már is. Hát, az utolsó, meddig lesz, meddig marad fönn ez még utolsó magyar VB gól? Hát én már viccesen mondtam, hogy nem akarok úgy meghalni, hogy érjük az utolsó VB gólunkat. Most a fenyeget ez a veszély, de nem akarlak eltebe. Ne, nem, csak azt akarom mondani, hogy hát most már 30 év eltelt. Menthetetlenül. Tehát jó. Sok idő már nincs. Hát sok idő nincs, az biztos. Tehát Platini azért már megmentett minket, ahogy azért az Európa-bajnokságra megemelte. Így van, a létszámot. Ezáltal mi harmadikok lettünk a csoportba, és utána pótselejtezőn ki tudtunk jutni. Ez egy óriási dolog. 4 év telt el az utolsó szereplésünk óta, és tényleg egy nagyon-nagyon pozitív szereplés volt a magyar válogatott részéről. Most ott vagyunk majd, hogy a világbajnoki selejtezőre nagyon-nagyon nehéz kijutni. Erős csoportban vagyunk, 2 jobb csapat van véleményem szerint előttünk, úgyhogy nem tudom, mi lesz. Tehát, hogy az abban reménykedsz, hogy a szlovén FIFA elnök kibővíti a VB mezőnyt? Még abban reménykedem, hogy persze, de ez is benne van az, hogy az új FIFA elnök esetleg változásokat hoz, meg az, hogy hát holnap tovább edzeni konditerembe járok, futok, hogy azért jó erőbe legyek. Még vannak terveid? Hát abba, hogy minél tovább toljam ki az időt. Ja, azt hittem, hogy még akaszgót rúgja a család, a szükség lesz. Minél nagyobb sanszot adjak majd itt a csapatnak. Egyébként szerintem a legtöbb gólodra, függetlenül attól, hogy melyek váltak emblematikussá, a legtöbb gólodra Kispesten emlékeznek, az nyilvánvaló. Hát igen. Már valószínűleg ott is lőtted a legtöbbet. Igen, nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen pont abban az időpontban tettem föl a ifjúsági csapatból, amikor kialakult az a csapat, amelyik a magyar válogatottnak a 84-86-ig a gerincét adta, hiszen 9 honvéd játékos volt benne a keretben. Ez egy óriási dolog volt. Együtt voltunk a csapatunknál, nyertünk 3 bajnokságot a honvéddal, és mellette meg a válogatottban is együtt voltunk, tehát volt olyan évünk, hogy 9 hónapot majdnem edzőtáborba töltöttünk. Ez érdekes volt, amikor ha az edzőtábort szóba hozod, akkor ott mindig felvetődött, hogy a válogatott egy osztállyal megelőzte az akkori magyar futballt. Igen. Ez így is volt, hiszen olyan szakmai munka folyt. Én mindig azt mondom, hogy 84-86 között a világ legjobb edzője Mezei György volt, amilyen edzéseket, ilyen taktikát kidolgozott nekünk. Te is többször voltál velünk Benidorm edzőtáborban, sőt, válogatott játékos is lettél. Tehát, de nagyon... Ezt azért magyarázzuk meg. Egyszer egy edzőmeccsen beállhattam. Így van. Egymás közt. És meg a sajtó is jókat írt róla. Sajtó, egész jól mozogtam, igen. Úgyhogy szerintem lehet, hogy akkor a Megyei György Gyuri azért, foglalkozott vele? Nem, azért cserélt le, hogy nehogy valamelyik komolyabb csapat elvigyen. Tényleg, egyébként az Árnál leszek rögzítik. Spanyolország, Kiprihegyi Kovácskán, akárhogy is nézd. Azért mondom, de ott az csak nagyon sok játékos megfigyelő volt, és akkor utána szerintem nem akarta, Gyuri, hogy utána magyarázkodás legyen belőle, hogy sajnos nem tudjátok leigazolni, mert újságíró. Igen. Szóval arról beszéltünk, hogy az egy rettetes, erős válogatott volt, mind taktikailag, mind kondicionálisan. Igen. És ez a rettenetesen technikailag, és hozzáteszem, a VB-n kicsit kinyílt a szemem, mert nem volt annyi klasszis játékosunk, mint a legjobbaknak. Addig ezt nem tudtuk. Azt hittük, hogy mi azzal a csapatjátékkal versenyben mi a vagyunk. Lényegében a selejtezőkön is mi a csapatjátékkal nyertük meg a mérkőzéseket, igen. Csak ha megnézzük a mérkőzéseket így visszanézve, mindig akadt egy ember, aki nyújtott egy nagyszerű játékot. Például gondolok itt a Kiprikre, mondjuk a Hanapiba, akkor az itteni osztrák meccsen a Nagy Anti, Kardos kettős. Hát a Marcit ne adjuk ki, mert a két klasszis gólja, Eszterházi. De minden mérkőzése úgy megvolt. Tehát, ha megnézed, az is, hogy szenvedtünk Cipruson. És ott voltunk 9 honvéd játékossal, és volt a Rótanti, meg a Nyíl, és mind a ketten ők rúgták a gólt. Tehát, hogy az is, hogy például a Rótanti, amikor már tényleg úgy volt, hogy már 8-an támadtunk, ő még előre jött 9-nek, és neki sikerült gólt rúgni, majd a Nyílnak az utolsó utáni percben. Tehát én azt mondom, hogy
nagyszerűen össze volt rakva a csapat, amint ahogy említetted, fizikálisan nagyon rendben voltunk, taktikailag mindenki tudta, hogy mit akarunk játszani, és mellette mondom, mindig volt olyan vezéregyéniség a csapatban, aki klasszis teljesítményt nyújtott azon a mérkőzésen. Nagyon jó játékosok voltak, tehát én nem azt mondom, tehát, és nem is magyarázom, hiszen egyetértünk, csak amikor a VB-n láttam, hogy kik futballoznak, a szovjet, a francia, hát a brazil, igen. Tehát ott tele voltak ugyanilyen jó játékosok, és volt legalább 4-5 klasszis futballista a világ élvonala. És az nagyon komoly élvonal volt, mert még a dánoknál játszott 5 világklasszis körülbelül. De ha megnézzük, akkor melyik csapat nyerte a világbajnokságot, ahol egy világklasszis volt, és a többiek azért nem voltak klasszis futballisták. Hát de jó talán játékosok voltak. Ruggeri. Igen, na de, de ők igazán nem voltak világklasszisok. Mert a dánoknál, mint ahogy mondod, Elker Lázár, vagy Jesper Olsen-től kezdve, Morten Olsen, és azok kaptak egy ötöst a spanyoloktól. Ők világklasszisok voltak, vagy a spanyoloknál a butragényeik. Igen, tehát ők ott volt mindenhol. Igen, de a olyan nem volt, mint Maradona. Igen, olyan nem volt, mint Maradona. A másik meg az, hogy mint csapat. Az egész csapat volt, Maradona alá játszott. És, de jól. De nagyszerű futballisták voltak. Ez érdekes egyébként, hogy valóban az argentinoknál nem minden poszton játszott világklasszis, sőt. Pedig ott azért hozzá vagyunk szokva, hogy nagyon jó. De hát azért erős csapat volt, de kétségtelen, hogy a legjobbaknál, amelyeket én legjobbaknál, mert nem mondtam az argentint, mert ők voltak a világbajnokok, tehát még a németek is tele voltak világklasszis játékosok. Hogyne, és 8-10 csapat Briegel volt, amely tele volt, még a belgáknak is volt egy csomó világklasszisuk, pedig nem is volt olyan kirívóan jó csapat, de világklasszis játékosaik voltak. Tehát én csak arra mondtam, hogy nálunk nagyon jó futballisták voltak, de azt gondolom, hogy legalább 6-8 csapat több világklasszis alá állt föl, mint mi. De biztos. Ezzel együtt, ha a hollandok ellen, ahol ugye játszott Hulit, Van Basten és Rijkaard, mondjuk, ugye? Mi nyertünk Rotterdamban, nem utolsóban, Détári góljába, ugye? Vagy Marci rúgta a másikat. Tehát, hogy ehhez képest, ami Mexikóban történt, az valami egészen megfejtetetlen volt, és miután eltelt 30 év, és azóta se tudjuk, hogy mi van. Ezért mégsem kerülhetem meg, nem is akarom, mert úgyis tudom, hogy azt mondod, hogy fogalmad nincs. Nekem sincs, senkinek sincs. De hogy az milyen érzés, hogy ott voltál a világ egyik jegyzett csapatában, mert jegyzett volt, amelyiket mindenképpen képesnek tartottak arra, hogy bármelyiket megszólva, bármelyiknek egyenrangú partnere legyen. És ehhez képest az életetek legrosszabb formáját, vagy legrosszabb nem is tudom, másfél óráját produkáltátok az életetek, addig életetek legfontosabb meccsét. Természetesen egy óriási csalódás volt, és azt azért nem mondanám, hogy nem tudom, hogy mi történt Mexikóban, mert azért vannak elképzeléseim róla. De csak sejtéseid van. De sejtéseim, mivel hogy azért abba hagytam a labdarúgás, utána elkezdtem az edzői iskolákat elvégezni, és azért sok mindent azért másképp látok. Én azt mondom, hogy amit én gondolok, az egyértelmű, hogy óriási hiba volt minden nap 12 órakor edzeni, hiszen 12 órakor egy edzés az olyan, mint egy mérkőzés. Tehát az azt jelentette, hogy mi minden nap majdnem lejátszottunk egy mérkőzést. És az mindenkire egyformán hat? Hát ezért mondanám azt, hogy mindenkire egyformán hatott, mert együtt végeztük el ezeket az edzéseket, mindenki végigcsinálta, és amikor kimentünk az első meccsre, akkor nem egy... Hát majdnem összeestetek. Nem egy, nem kettő, nem öt játékos, hanem a 18 játékos, vagy aki pályára lépett, az mondott csődöt, és mindegyikünk ugyanolyan egyelő rossz állapotban volt. Igen, de éppen ez a számomra, ez egy nagyon, és soha nem fogom megfejteni. Lehet, hogy te neked van igazad, és ez teljesen logikus. Hogy hogyan lehet az, hogy egy mérkőzésre kimegy egy egyébként ragyogóan kondicionált csapat, a világ legjobban kondicionált csapatainak egyik, ezt lehet minden tudás nélkül mondani, és a játékosok azt veszik észre magukon, hogy éppen összeesni akarnak, és még nem rúgtak egyet se a labdába, csak még kettő. Csak az bemelegítés. Igen, azért mondom. És hát az milyen érzés volt, amikor szembesültél, hogy hát össze fogsz esni? Néztünk egymásra, láttunk mindenki falfehér, nem tudsz futni, én se tudok futni, te se. Hát egyszerűen, mikor még nem találkoztál ilyen, nem voltál még ilyen helyzetben. Tehát mi történt, mikor játszottuk a selejtezőket, kimentünk, az öltözőt már szétrúgtuk, alig vártuk, hogy menjünk ki melegíteni. Hát úgy pörögtünk, olyan erőben voltunk, hogy az csak na. És akkor erre feljön a bemelegítés, és azon veszük észre magunkat, hogy annyi erőnk nincs, hogy összeessünk. Tehát
néztünk egymásra, és szerintem mindenki az elején avval volt elfoglalva, hogy mi lesz ebből, hogy tudok egy kicsit fölpörögni, vagy hogy egyáltalán meddig bírom majd a mérkőzést. Aztán amíg így gondolkodtunk, már 2-0 volt az ellenfélnek, és utána lelkileg is, egy az, hogy nagyon rossz állapotban vagy fizikailag, akkor nagyon nehéz változtatni, utána meg ez lelkileg is tönkretett, és még most is azt mondom, hogy annyira rossz állapotban volt mindenki, hogy egy embernek nem fordult meg a fejébe, hogy oppá, gyerekek, várjunk egy pillanatra, próbáljuk egy kicsit tartani a labdát, rendezzük a sorokat, mert így nem. Hanem mindenki, van. Igen, mert abban olyan fizikai állapot voltunk, hogy akkor nem tudtunk volna mit csinálni a szovjetek ellen. Jó, persze, utólag okos az ember, most már ennyi idő elteltével. De úgy végig gondolva dolgokat, hogy nem tudtad volna nem, tartani a labdát. Nem tudtuk volna, ez az, hogy nem tudtuk volna, de az, hogy talán annyira nem menjünk előre, ne próbáljunk azt annyira lehet, valahogy gólt rúgni, mert a gól se volt bennünk, mert a 16-osig se tudtuk elmenni. El, hogy a minden labdára fáziskészre sem. Mindenben, igen. Tehát ez egyértelmű volt. Igen. És ezért mondom azt, hogy itt az egész csapat mondott csődöt, és ezért gondolom én azt, hogy itt fizikálisan most és utána mentálisan. Még egyet, hogy én szerintem tőletek elvettek egy világbajnokságot, a 86-oson túl a 90-est. Mert én azt gondolom, hogy a 88-as bunda balhé, amelynek ugye semmilyen bűnöse a végén nem lett, ellenbe áldozata meg annyi. Igen. Meg a magyar labdarúgás. Hát pontosan. A legjobb áldozat. És a legjobb játékosai. Igen. Szóval a 90-ben ti még simán, és komoly tényezők lettetek volna egy egyébként nagyon alacsony színvonalú világbajnokságon, sokkal alacsonyabb színvonalú világbajnokságon egyébként a 86-os, ahol legalább mondom 6-8 csapat volt, rettetesen erős, és nem ezért volt a 6-0. De a 90-es VB-n nem volt 6-8 klasszis csapat, talán három se. Igen, az előbb, mikor említette ezt a 86-os világbajnokságot, akkor úgy voltam vele, 23 éves vagyok, nem baj, kijutunk a következőre, és semmi gond nincs. Csak aztán, ha megnézzük azt a csapatot, hát az a legjobb korban volt. Tehát pontosan 90-re értünk volna be. Igen. Mert a 60-as születésű játékosok voltak, 61-es, 62-es, 63-as, Kovács Kálmán, 65-ös, tehát pontosan egy olyan csapat az Imre 58-as, 9-es, tehát lett volna esetleg 2-3 játékos, aki esetleg ebből a csapatból már nem jött volna a 9-esre, de magát, a magot ez a csapat, ha együtt tartották volna, ez meg tudta volna oldani, és akkor még ne felejtsük el, utána jött egy Vince Pista, aki fiatalabb, Írországnak itt gólt ugott egybe az első selejtezőn. Tehát azért én úgy gondolom, hogy kialakult volna egy nagyszerű csapat, és ahogy említetted, én is úgy gondoltam, jó, 23 évesen most ez az első világbajnokságom, de nem az utolsó. Én azt hittem, hogy utána még két világbajnokságon legalább kint leszek a magyar csapattal, de aztán ez nem valósult meg, és ahogy említetted, ez a 88-as bundabotrány, ez egy ilyen álbundabotrány, véleményem szerint nagyon-nagyon sokat közrejátszott ebben. Azt gondolom, hogy annak főszerepe van abban, hogy a 30 éve az utolsó gólt lőtted. Igen. A kulcs szerepe van a magyar labdarúgás szétverésében, ez nem volt más, mert hogyha történt volna valami, és kiderült volna fehéren, feketén, hogy nem mondom, hogy ti bárányok voltatok, nem ezt akarom, de nem derült ki semmi, máig se tudja senki, hogy miért csinálták. Így van. Mi volt az oka, ha nincs bűnös, akkor minek? És ezzel a lépéssel hosszú időre szétverték a magyar labdarúgást, mert utána a mélyrepülésbe kerültünk. A deszkát. Így van. És onnan megyünk lejjebb. Kompenzálta ezt neked? Mármint az, hogy a válogatott karriered gyakorlatilag, nem úgy, tehát világbajnoki, vagy a nemzetközi karriered gyakorlatilag ezzel a 90-es VB elvesztésével végig kompenzálta azt, hogy hát te, mit tudom én, Görögországban az Istenek istene voltál? Nem, hát persze, hogy nem. Hát nem tudtam, hogy persze, hogy nem, mert azért még ma is oda mész. Hát én annak nagyon örülök, hogy sajnos nem tudtam beleszólni sok dologba a pályafutásom alatt, meg olyan döntéseket nem én hoztam meg, mert sajnos nem lehetett, nem voltam olyan helyzetben.
Természetesen így azért örülök, hogy Görögországban játszottam 2 évet, de azért jó lett volna, hogyha esetleg 87-ben már a Barcelonába kerülök, és akkor ott feketén-fehéren kiderült volna, hogy most megállom a helyem a Barcelonában, olyan szintű játékos vagyok, vagy nem. De sajnos nem kaptam meg ezt a lehetőséget, úgyhogy ezt már soha nem fogjuk megtudni. Esetleg egy Juventusba be tudtam volna bizonyítani, nem csak 3 mérkőzésen, ami lényegében edzőmérkőzés volt, hanem esetleg bajnoki mérkőzésen, kupamérkőzésen, nemzetközi kupamérkőzésen bebizonyíthattam volna, hogy esetleg én megállom a helyem, vagy nem állom meg a helyem. Mert ha az embernek megadatik a lehetőség, ott van, megkapja a lehetőséget, nem él vele, akkor utána nem kell mondani, hogy rossz volt az edző, rossz volt a pálya, ez volt, az volt. Én megmérettetik, de hát kevésnek találtattam. De sajnos ezt nem kaptam meg, azt a lehetőséget. Hát természetesen ez hiányzik a karrieremből, meg a pályafutásom, olyasz, hogy nem lettem Juventus játékos, vagy Milán játékos, Nápoly, vagy a utolsó pillanatban még 93, amikor haza kellett jönnöm, mert és mindenki jelentkezett. Értem, hogy én mindenkinek a játékosa vagyok, 6 csapat, plusz a Magyar Labdarúgó Szövetség, akkor Szandóriába igazolhattam volna. És az akkor elég jó csapat volt. És az a Szandória azért még mindig Olaszország egyik legjobb. És a Szandória történetének ugye a leghíresebb csapata volt. Igen. Előtte jutottak be a döntőbe, a Barcelona ellen veszítettek. 89-ben a kegdöntőt játszották. És 92-ben ők játszották, igen. Persze. Ugyanaz volt a két döntő. Ugyanaz a csapat, igen. Volt utána, hát igen. Lényegében. Tehát, kétszer játszottak döntőt, igen. Pontosan így van. Sőt, akkor nyert a Barcelona először. Meg hát egész Olaszországban akkor az egyik legjobb csapat volt. Hát azért Olaszországban azért bebizonyítottad, hogy a legjobbak között is megállod eljött. Igen, bebizonyítottam, de hát azért más az, hogy például egy Bolognában, Janconában, vagy Genoában játszol, vagy esetleg ott játszol. Hát azért Bolognában játszani, az még mai szemmel is jól hangzik. Jó hangzik, az természetesen. Na, de hát az ember azért, figyelj, 27 évesen kerültem Olaszországba, mondhatom azt, hogy hát onnan mondom minden, akkor még minden lehet. Csak aztán megint ott volt az a fránya szerződés, hogy például engem 87 július 1-ével adtak el a Frankfurtnak, akkor 4 évre kölcsön, mert én kölcsön voltam mindenhol. Közben meg utána, akik kimentek, azok a játékosokat, ez 200-300 dollár év végleg eladtak. De azért az volt a tapasztalatod, gondolom, vagy az lehetett, mert amilyen stílusban rólad írtak, és hát te ezt olvastad, mert ugye legalább 4-5 nyelven beszélsz, ezt nem sokan tudják, de 4-5 nyelven perfekt beszélsz körülbelül. Hát, nehéz, mikor fölébredek reggel, hirtelen ilyen nyelven. De te olyan stílusban írtak rólad, nem udvarolok, hogy hát mint a legnagyobbakról. Tehát még a kis csapatban játszottál, igen, is, igen, akkor de... is úgy írtak rólad, mint a Zico-ról, mint a Platiniről, mint a, tehát azokról, akik között te rendszeresen megfordultál ilyen gálameccseket. Úgy, igen. Ebben nem lehetett problémát, mert tehát még csak el sem kellett gondolkodnod, hogy milyen kategóriába sorol. Meg az is jól érzés volt, mikor az ember oda ment egy ilyen találkozóra, mondjuk a világválogatottban, vagy volt olyan Christmas Star, amit ugyanúgy Milán szerveztek, tehát ezekre a mérkőzésekre meghívtak, akkor nem kellett bemutatkoznom, hál' Istennek, mint ahogy említetted után. Na, mikor kimentem, még nem beszéltem semmilyen nyelvet, ez nagyon nagy problémát okozott, de utána hamar megtanultam a nyelveket, és utána mindig tudtam mindenkivel kommunikálni, tehát ez egy nagyon jó érzés volt. Igen, ha olvastam, hogy hívták, Charlie Körbel, az volt a kapitány, ugye, ha jól emlékszem, aki mondta elsőre, hogy két dolog a fontos, az első az volt, hogy tanuld meg a nyelvet. De fontosabb volt, mint hogy emberhez passzolja. És ezt nagyon megfogadtad. Igen, hát gondolj bele, hogy kikerül valaki külföldre is, és szeretne kommunikálni a társával, de nem tud. Hogy milyen rossz érzés, vagy a társa. Keresztül tudtál? Arról nem volt probléma, amikor kimentünk edzésre, ott már nekem nem volt problémám, de hát például, mikor beszélgettek, egy asztaltársaságban voltunk, együtt ebédeltünk, reggeliztünk, vacsoráztunk, tehát és teljesen kivontam magam, mert nem tudtam a nyelvet, és nem tudtam velük kommunikálni. Ők szerettek volna valamilyen módon, hogy megértsük egymást, de hát nem tudtuk sehogy. Aztán ahogy így
ment az idő, minél hamarabb megtanultam a nyelvet, és utána már tényleg nagyon jó barátság alakult ki mindenkiben. Hát kedves nézők, az a helyzet, hogy egy olyan sportás volt ma a vendégem, aki az életben mondjuk 5 nyelven, a labdában 7 nyelven beszélt. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Meg vagyok tisztelben, nem először. Van egy fényképem, amit Détári Lajos adott nekem, éppen Pelével van rajta. Nem írtad oda, hogy ki jobbra Pelé, vagy balra Détári. Sose felejtem el. Voltak egy pár, akik megkérdezték, hogy melyik? Hogy nem, hogy mi az a fekete gyerek mellettem. Hát Pelét is szívesen láttam volna, erre viszonylag kevés, de nagyon örülök, hogy Détári Lajos itt volt. Köszönöm szépen a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra.